Az ellopott ékszerek egy része a rendőrség fotóin. A betörő egy szexeli házból vitte el ezeket egyéb más értéktárgyakkal együtt még tavaly nyáron. Az eset előtt egy héttel a megyei jugú városban több hasonló betörés is történt. A rendőrök végül néhány nap alatt elfogták a tettest. Kollégáim a férfi elfogását követően őt előállították, elszámoltatták és gyanúsítottként hallgatták ki ezzel a három betöréssel kapcsolatban. Amelyek közül a férfi azonban csak egy betörés elkövetését ismerte el, a másik két betöréssel kapcsolatban nem nyilatkozott. A férfit ezután letartóztatták, a Tolna megyei rendőrök viszont gyanút fogtak, hogy az ország más részein is követhetett el betöréseket, ezért országos nyomozásba kezdtek, ami hamar eredményre is vezetett. Két beazonosítható bűncselekményt is találtak a kollégáim. A férfi egy keszthelyi, valamint egy budapesti házba is betört abban az időszakban, amikor a börtönből szabadult. A férfi ugyanis korábban hasonló betörések miatt már ült börtönben. A szabadulása után néhány héttel pedig újra bűnözni kezdett. A sorozat betöréssel gyanúsított Tolvajra így várhatóan újabb több évnyi börtönbüntetés vár majd.